Az Alsó-Tisza vízrendszerében egy hosszan elnyúló tetőzés van még folyamatban, emelte ki dr. Kozák Péter. A folyó mindszenti vízmércéjén 650 fölötti állást lehetett olvasni, azonban ez csökkenni látszik. Az érkező vízmennyiségek vonatkozásában a Körösön az apadás már megindult, ott árvízi fokozati szint alatt lesz a folyó vízállása várhatóan. A fennálló árvízi készültségi fokozatot meg fogjuk szüntetni. Szegednél ez a hosszan elnyúló tetőzési érték van még mindig, ezt lehet tapasztalni, és nagyon enyhe apadást prognosztizálunk. Maros tekintetében a múlt heti kisebb árhullámot nem követte utánpótlódás, és tulajdonképpen a maros kisvízi állapota kezd újra beállni. Ott nincs tudomásunk olyan utánpótlódásról, ami tovább vízszintemelkedést okozna. Mint megtudtuk, a Maros folyó csütörtök reggeli vízállása 62 cm volt. A csapadékmentes időjárás következtében jelentősen változott a belvízhelyzet is, és már a víz alatti területeknek a mértéke is kezd csökkenni. A szakember kiemelte, még mindig 42 szivattyú van a telepen belvízi készültségben, azonban már csak 2 van másodfokú készültségben. A többi elsőfokú készültségben van, és az átemelt vízmennyiség is a korábbi 1,5 millió köbméterről már csak 800 000 köbméterre csökkent le. Ennek az értéknek további csökkenése prognosztizálható akkor, hogyha ez a napsütéses csapadékmentes időjárás meg fog maradni. Az belvízi elöntések tekintetében tovább csökkent a belvízi elöntéseknek a nagysága, 6000 hektárt haladja meg csekély mértékben a belvízi elöntött területek nagysága, de ezek napról napra egyre inkább csökkennek. Hozzátette, a belterületet érintő belvízi szituáció kialakulásáról nem kapott észrevételeket az Alsó-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Az előrejelzések szerint is az elkövetkezendő napokban napsütésre és csapadékmentes időjárásra lehet számítani.